Felirat figyelmeztet a szekszárdi polgármesteri hivatal bejáratán, hogy a járvány gyors terjedése miatt az ügyfélfogadás most szünetel. A szekszárdiak ezért főként elektronikus úton intézhetik az önkormányzati ügyeiket. Ehhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkezni, majd felkeresni az önkormányzati hivatali portált az interneten. Két esetben viszont megjelenhetnek a polgármesteri hivatalban azok, akik hivatalos ügyet akarnak intézni. Az anyakönyvi változásokkal kapcsolatban és a gyermekétkeztetési díj befizetésekor továbbra is lehetőség van a személyes megjelenésre. Ez mindenféleképpen előzetes időpont foglalás szükséges a hivatalnál, hogy tudjunk felkészülni rá, és várni fogják a kollégák az adott időpontban. Természetesen arra is lehetőség van, valaki a papíralapot preferálja, akkor továbbra is a bejárat mellett elhelyezett ládikóban elhelyezheti az ügyiratot. Bejelentkezni telefonon vagy interneten lehet. Erre a 74-es körzet 504-100-as telefonszámot hívva, vagy a szekszárd.hu online oldalon található elérhetőségi e-mail címekre írva van lehetőség. Annak, aki személyesen keresi fel a polgármesteri hivatalt, először megmérik a testhőmérsékletét, aztán kezet kell fertőtlenítenie. A befizetésre pedig egy plexifalon keresztül kerül sor. A cél, hogy az ügyfeleket és a dolgozókat is védjék. A vírus ugyanis már a Városházát is elérte, emiatt némileg lassulhat is egyes ügyek intézése. Ezért elnézést kérünk, meg előre kérjük a türelmüket az ügyfeleknek, hogyha lassabb lesz az ügyintézés, mint ahogy megszokták, és sajnos vannak olyan projektjeink is, ami ez miatt egy kicsit be fog lassulni. Úgy látjuk, mert több kollégánk kiesett már a járvány miatt. Az ügyfélfogadás március 22-ig szünetel a szekszárdi polgármesteri hivatalban.